Na, hogy tetszik az autó? Nekem szeretik, nekem egyedül nagyon. Ugye gondolom, azzal sárok-e újdonságot, hogyha azt mondom, hogy nem csak a pályán van verseny, a versenyszervezők, a versenyhelyzők, a csapatok és a pilóták között, hanem magán a pályán kívül is, mégpedig a marketing kommunikáció területén mindenki ugye a támogatók kegyét keresi, a nézők figyelmét, illetve a rajongóknak a figyelmét. Értelem szerint Balázs csapat, és én is felismertem azt, hogy ennek legalább akkora jelentősége van, mint amekkora maga a verseny sikereknek, ezért ezen a területen is rendkívüli fejlődést és rendkívüli utat jártunk be. Engedjétek meg, hogy pár szóban a következő két évnek a terveit marketing kommunikáció szempontból vázoljam nektek. Ugye nagyon fontos az, hogy igazából gyors és nagy elérést azokkal a klasszikus eszközökkel tudunk elérni, amit a tévé jelent, a közterület, a sajtó vagy a rádió. Tudóbbi években az RTL volt az a partner, aki a közvetítéseket adásba adta, nem csak a klasszikus késő éjszakai műsorokban, hanem egyéb más egyedi megjelenésekkel, formátumokkal, utalok itt mondjuk a miniprogramokra, illetve azokat egyéb szórakoztató műsorokban megjelent tartalmi megjelenésekre, amiket a csapatnak a versenyzését kísérték. Szerencsére rendelkezésre állnak nekünk olyan adatok, illetve olyan ellenzések, szoftverek, amivel meg tudjuk nézni azt, hogy milyen nézők követik figyelemmel, illetve milyen nézők nem követik figyelemmel a versenyzésünket. Ebből levontuk a tanulságot is, hogy a következő két évben egy sokkal szélesebb közönségnek szeretnénk, sokkal szélesebb közönséget szeretnénk megszólítani. Be fogunk engedni a kulisszák mögé, kicsit betekintést adunk majd abba, hogy is élünk, hogy telnek a mindennapjaink. Tehát a szűkenvet versenyzés mellett egy sokkal szélesebb közönséget, fiatalokat, hölgyeket, idősebbeket is szeretnénk bevonni és megismertetni velük azt a világot, amiben mi a mindennapjainkat élünk. Szintén megkülönböztet minket a többi csapattól az, hogy ezeket a tartalmakat mi saját stábbal állítjuk elő. Nem vagyunk ráhagyatkozva a nagy médiáknak mondjuk a jó kedvére, vagy a lehetőségeire, hanem meg tudunk győződni arra, és ezáltal a partnereinket is maximálisan ki tudunk szolgálni, hogy saját médiastábbal, gyakran mi nagyobb létszámban, mint a versenyzőség kísérjük el a versenyzőket. Itt köszönöm meg nekik azt az áldozatos munkát, amivel tényleg fáradhatatlanul kiszolgálják a médiát. Itt értek ezzel alatt saját operatőrt viszünk ki, vágót, riportereket, fotósokat, minden egyes versenyek külön média kísérő autóként. A 2014-2016-os időszakban mai évadnyitó programunk után látni fogjátok az első PR megjelenéseket a tévében, indulnak azok a kis felvezető programok, amik ugye a 2015-ös Afrika rész versenyünket fogják beharangozni. Maga az Afrika rész alatt szintén közvetítésekkel, miniprogramokkal és, ahogy már elmondtam, egyéb más tartalmi megjelenésekkel fogjuk az egész versenyt körülölelni. Az országos kereskedelmi csatornák mellett egyébként szintén követve a nézői trendeket a tematikus csatornákra és a kábeltévékre is nagy hangsúlyt fektetünk, ezekben is meg fognak jelenni a műsoraink. Saját készítésű autós magazinjaink vannak, illetve tartalmat rengeteg egyéb más magazinba, programba is be fogunk szállítani. A közterület tekintetében 2013-ban volt egy nagyon jelentős óriás plakátkampányunk, 2015-ben szintén a jubileumi évadra tekintettel ismételten meg fogunk jelenni közterületen, több száz óriás plakáton fogunk csak Budapesten is megjelenni, de ki fogunk menni az ország nagyobb városai, vagy országos közterületi kampányt fogunk indítani 2015-ben, és remélhetőleg az azt követő években is lesz rá lehetőségünk. A klasszikus óriás plakát mellett egyébként ki fogunk menni City Light-okra, belvárosi médiákra, egyéb más egyedi eszközökre, és különleges idén új eszközként pedig a bevásárlóközpontokon belül, illetve árvázat területén található úgynevezett totem oszlopokon is meg fognak jelenni a hirdetéseink, a csapattal kapcsolatos kisfilmek. Szintén egy új eleme az eszköztárunkban az, hogy köszönhetően egy új együttműködésnek, egy új partnernek, nagyon sok helyen ilyen LCD képernyőkkel biztos ti is találkoztatok egy gyógyszertár vagy egy bankba várakozva, ezekkel is meg fognak jelenni a híreink, ezekkel is meg fognak jelenni a tartalmaink, ami szintén azt gondolom, hogy lesznek olyan emberek, akik akkor fognak ezzel az egész versenyzéssel találkozni. Rátérve a sajtóra, ezúton köszönöm nektek azt a hihetetlen támogatást, amit az előző években, az előző évtizedekben nekünk biztosítottatok. Köszönjük szépen, Balázs köszönetet is azóta szeretném nektek tolmácsolni, hálások vagyunk minden egyes kisebb, nagyobb megjelenésért, hírért, beszámolóért, képesnyögért, amit rólunk írtok. Tartsátok meg jó szokásatokat és számoljatok be arról, amit csinálunk, mindenképpen hálásak leszünk érte. Szintén új dologról beszámolhatok. A helyen stratégiai kiadóval, stratégiai partnerséget kötöttünk kiadóval, többek között a Ringier Kft-vel 2013-ban, talán emlékeztek rá, akkor megjelent egy Dakar, vagy egy Dakar kiadvány, amit egy önálló
termékként tudtunk belistázni és az országos terjesztésbe elindítani. Ugye az újságos standokon ez kapható volt, nagyon nagy siker volt, szinte kérték, várták, úgyhogy Balázsra elhatároztuk, hogy a 2015-ös Afrika részre ezt újból megjelentetjük, és köszönöm szépen a Ringé támogatását, aki nyitott volt erre, tehát lesz egy ilyen kis. Szintén stratégiai partnerünk lett a Markard Media, láthatjátok a Playboy logóját az autónkkal is, támogatóként is megjelennek. Playboy egy különleges megjelenéssel tervez tisztelegni, vagy emléket adni a Balázsok az elmúlt két évtizedes pályafutására. A magazin történetében először fog egy 32 oldalas melléklet külön Szalai Balázs életútjáról, pályafutásáról, versenyzésről megjelenni a Playboy magazin decemberi számában. És még sorolhatnám tovább a Force magazinnak, a Asszon magazinnak és rengeteg magazinnak, mert jelenleg is tárgyalásban vagyunk, egyeztetéseket folytatunk, hogy ők milyen különleges megjelenéseket tudnának biztosítani. Nagyon köszönöm egyébként az úton is mindenkinek, hiszen mindenki nagyon nyitottan, pozitívan, sőt proaktívan állnak hozzá ehhez. Azt gondolom, hogy mindenki szeretne, és ezúttal is támogatja a csapatot. Rádió. Ugye rádióval is el tudunk érni nagyon sok embert, Music FM, Class FM, vidéki rádiók, rengeteg rádió volt az előzőekben, és a partnerünk, örülök egyébként, ezt a partnerséget tovább tudtuk vinni a következő két évben is. A rádióban ugye hírek, az előző Dakarokról is volt, amikor a rádiónak egy helyszíni tudósítója kísértelés, és adott tényleg a saját szájíze szerint egy kis betekintést a Dakar kulisszái mögé. Ezt szeretnénk a következő két évben is felerősíteni. Úgyhogy számíthatok arra is, hogy kis színes szagos hírekkel meg fogunk jelenni, és hallgathatni fogatok benne a rádióban is. Ha már rádió, akkor itt kell megemlítenem azt a Balázsral egy közös álmunkat, mert mi hallgattuk a rádiót, és ugye a rádióban hírek mellett általában ilyen zene is van, legalább bizonyos csatornákon, és sokszor álmodtunk már róla azt, hogy mi lenne nekünk is egy saját zenénk. Törőme jelentettem nektek azt, hogy a zene majdnem készen van. De azt gondolom, a magyar motorsportban nem hiszem, hogy bárkinek volt saját dala. Nekünk lesz 2015-ben egy saját Balázsot, a versenyt kicsit visszaadó dalunk, amit hát remélhetőleg minden többen fogtok hallani a rádióban. Tervénk szerint akár ez a rádiónak egyes műsorának a kis dzsingüleként, kis hívószóként is meg fog jelenni. Úgyhogy a rádióban is, hogy látjátok, klasszikus eszköztárban egy nagyon átfogó, hatásos és hatékony kommunikációs kampányt terveztünk az Afrika részre, illetve az azt követő versenyénkre, tényleg a jubilom időszakra volt tekintettem. Ugye említenem kell a klasszikus marketing szakmában ATL néven illetett eszközök mellett a BTL-eket is, ugye elsősorban gondolok itt a promóciókra. Csapatunk nagy erőket és nagy energiát fektet abba, hogy minél több helyre elvigyük ezt a Dakaros történetünket, installációkat, majdnem, hogy többet vagyunk, több útot, több napot vagyunk úton promóciós tekintette, mint magát a versenyeken. Láthatjátok a csapatot, illetve a kamionjainkat, a Dakar táborunkat, autókiállításokon, tuning show-on, belvárosi, bármilyen eseményen, egy áruháznak a születésnapjában, bármilyen családi napon, tehát rengeteg olyan eseményünk van, ahol csapat megjelenik. Tesszük ezt egyébként azért, hogy népszerűsítjük a sportot, amit csinálunk, népszerűsítjük a támogatóinkat, és ezáltal minél több embert, minél több helyen el tudjuk érni. 2015-ben is köszönhetően a West End-nek a partnerségének ki fogjuk állítani szintén a kis Dakar táborunkat. Ez ugye a West End-nek a Leroy és a Media Markt közti szintjén van, ahol minden egyéb más attrakciókkal és aktivitásokkal készülünk. Hogy aki arra jár, azt akkor ezúton is invitálom, hogy jöjjön el és látogasson el hozzánk. Külön büszkeséggel tölt el bennünket az is egyébként, hogy a Hungaroring ZRT-nek Szalai Balázs az egyik arca, a márka nagykövete, ami szintén lehetőséget teremt nekünk arra, hogy ezt az autót, illetve a technikáinkat azokon a motorsport fellegrárában megrendezésre kerül eseményeken kiállítsuk, mint például a Forma 1, DTM, VTCC és minden egyéb más. Itt is a nemzetközi mellett egy jelentős számú hazai közönség találkozhat velünk személyesen, illetve hát megközelítheti és megfoghatja és személyesen megtapasztalhatja, megérezheti egy picit ezt a Dakar érzést. Ja, beszéltünk már sok esetben a PR tevékenységünkről, és azt gondolom, hogy rengeteg olyan kis apró PR dolgot csinálunk, ami szintén egy hatalmas egy kommunikációs lehetőség meglévő, illetve az új nézők, érdeklődőknek a bevonására, illetve ami szintén talán egy motorsport alakulattól szokatlanul, de mi azt gondoljuk, és ebben örülök, hogy egyébként hogy a Balázs is, illetve és a Balázs is meg én is egyetértők, hogy nagyon fontos a társadalmi felelősségvel, ha lehetőségünk adódik rá, akkor jótékonykodunk, elviszünk, autóztatunk, illetve megkérjük a partnereinket, hogy csatlakozzanak ezen jótékonysági programjainkhoz, legyen ez egy kis termékadomány, vagy egy gyógyszer, vagy bármilyen módon, amivel azokat a mondjuk kevésbé szerencsés helyzetben lévő országokat, vagy népeket, vagy iskolát, vagy bármit, amit meg tudunk támogatni,
akkor ezt tegyék meg, és itt is köszönöm nekik, hogy ebben is a partnerünk lettek. Adtak te ezt gyorsan, egy kis begyűrvet. És igazából nem is rabolnám nagyon az időtöket. Ami nagyon fontos, és azt gondolom, hogy büszkék lehetünk arra, hogy a magyar motorsportban és talán sportban is kevés a csapaton is. Én talán ki ismerem jelenteni, hogy nincs is olyan, én legalábbis nem ismerek olyat, aki ilyen átfogó marketing kommunikációs kampány kíséri azt a versenyzést, illetve azt magát, azt az életformát, amit műzünk. Én köszönöm mindenkinek ebben a támogatását. És hát gondolom, kíváncsiak vagytok arra is, hogy az autó mellett mi az a, hogy néz ki a ruhánk, hogy néz ki ez a tűzálló a versenyben, mert a fiúk versenyezni fognak, úgyhogy kérem a kollégámat, hogy mutassuk be azt a ruhát. Nézzetek hátra, itt a parkéris pulton, ott látható az új versenyruhánk színeiben, ugye megegyezik a versenyautónak a színével, és hát láthatjátok azt a két nagyon fontos támogatót, egyik egy régebbi támogatónk, egyik pedig a új támogatónk, erről mindjárt beszélni is fogunk. És hát ezúttal szeretném felkonferálni a színpadra az elmúlt két évtized, és hát a mai eseménynek is a két főszereplőjét, Bunkóczi Lászlót és Szalai Balázs. Urakat!